Hat valódi ok, amiért kialakulhat a magas vérnyomás. A szívünk vért pumpál az érrendszerünkön keresztül, annak érdekében, hogy elszállítsa a szükséges oxigén mennyiséget a testünk különböző pontjaira. Azonban, ha az érrendszerünkben előforduló artériák bizonyos okok miatt beszűkülnek, úgy ennek hatására megnő a bennük lévő nyomás, ami növelheti az olyan problémák kialakulásának a kockázatát, mint a vérrögök vagy a szívinfarktus. A különböző vérnyomás csökkentő készítmények nem adnak valós megoldást erre a problémára, sőt, akár hosszú távú alkalmazásuk mellékhatásokat is okozhatnak. Pontosan ezért fontos, hogy megértsd, milyen valósok okok állhatnak a magas vérnyomás kialakulásának a hátterében, illetve hogyan szüntetheted meg a gyökérokát. Nézd végig videónkat, mivel most a magas vérnyomás kialakulásának hat valódi okát gyűjtöttük neked össze. Dehidratáció a dehidratáció gyakran fel sem merül, mint a magas vérnyomás egy lehetséges oka, pedig mindenképpen érdemes vele foglalkozni. Amikor a testünkben nem áll rendelkezésre elegendő folyadék, úgy a véráramlás nem lesz megfelelő, aminek köszönhetően a veseink megemelik a vérnyomásunkat az úgynevezett angiotenzin hormon segítségével. Ez a hormon lehetővé teszi a testünk számára, hogy az ereket leszűkítse, így biztosítva a vér gyorsabb szállítását. Továbbá ez a hormon a nátrium magasabb mennyiségében történő visszatartását is eredményezheti, ami csak tovább növelheti a vérnyomásunkat. Ha te is szeretnél gondoskodni veséid és vérkeringésed egészségéről, úgy mindenképpen javasoljuk, hogy fogyassz legalább két liter vizet a nap folyamán. Kálium hiány. Nagyon sok esetben a házi orvosok a magas vérnyomásokaként a túlzott sófogyasztást azonosítják, és azt javasolják a pacienseknek, hogy fogyasszanak belőle kevesebbet. Sajnos az igazság az, hogy a kálium hiánya sokkal többször okoz magas vérnyomást, mint például a nátriumé. Hogy miért? A kálium a nátriummal közösen dolgozik együtt a testünk folyadék egyensúlyának megtartásában, így hiánya folyadék visszatartáshoz vezethet, ami extra nyomást helyezhet a szívünkre. Ideális esetben dupla akkora mennyiségű káliumot kellene pótolnunk, mint nátriumot, Azonban a legfrissebb kutatások alapján az emberek közel 98%-ánál nem áll fent ez az egyensúly állapot, köszönhetően a kálium hiányának. Magas kortizol szint A magas vérnyomás kialakulásának hátterében állhat a magas kortizol és adrenalin szint is, ami szintén egy olyan probléma, amit gyakran figyelmen kívül hagynak. A testünk ezeket a hormonokat bocsátja ki, amikor érzelmileg megterhelő vagy stresszes helyzetben vagyunk. További tényezőként jelenhet meg a rendszertelen és kevés alvás, valamint az olyan stimulánsok fogyasztása, mint a koffein vagy az energiaital. Ezek a hormonok az idegrendszerünket egy készenléti állapotba helyezhetik, aminek egyik következménye lehet a túlgondolás, valamint az izmok megfeszülése. Ahogyan ezek a hormonok ismételten visszatérnek a normális szintre, úgy hirtelen fáradtnak érezhetjük magunkat, azonban mégse fogunk tudni elaludni. Ha leírt helyzet ismerős számodra is, úgy a jó hír az, hogy több olyan készítmény is létezik, ami hatékonyan segíthet csökkenteni a kortizol szinted. Ilyen táplálékkiegészítők lehetnek például a magnéziumglicinát, B1 vagy D-vitamin. Magas szénhidrát tartalmú étrend A magas szénhidrát tartalmú táplálkozás jellemzően gazdag olyan élelmiszerekben, amelyek rengeteg cukrot és finomított szénhidrátokat, valamint káros növényi tartalmaznak. Ezek az élelmiszerek bizonyítottan gyulladásokat okozhatnak az érrendszerünkben, hosszú távon pedig sérüléseket az erek falában. A testünk ezeket a sérüléseket igyekszik kiavítani koleszterin, kácium és a fibrin nevezetű fehérjék segítségével, azonban ez a folyamat túl sokszor megy végbe, úgy plakkok formájában letapadhatnak az erekben. Végső soron ezek a plakkok leszűkíthetik a vér áramlását, aminek következtében kialakul a magas vérnyomás állapota. Túl magas szint A káciumkarbonát jótékony hatásait számtalan reklám hangsúlyozza, főleg az idősebb korosztály számára válik fontossá, akiknek a csontjaik az idő előre haladtával törékenyebbé válhatnak. Az igazság az, hogy a káciumkarbonát nem szívódik fel megfelelően a csontokban, ráadásul az artériák falában felhalmozódhat, így okozva magas vérnyomást. A legújabb kutatások szerint napi 500 mg kálciumkarbonát bevitele akár 30%-kal növelheti a szívinfarktus és a stroke kialakulásának az esélyeit. Az elmondottak alapján mindenképpen javasoljuk, hogy kerüld a kálcium ilyen formáját, a legjobb döntés pedig az lehet, ha természetes forrásokból igyekszel pótolni a szükséges mennyiséget. Hasi zsír Jelen tanulmányok alapján a magasabb testzsír, különösen a hasi tájékon felhalmozódó mennyiség, drasztikusan megemelheti a magas vérnyomás kialakulásának az esélyeit. A zsigari zsír aktívan működik a testünkben, és az úgynevezett citokin gyulladás csökkentő vegyületet bocsátja ki, ami sajnos jelentős sérüléseket okozhat az artériáinkban, így okozva magasabb vérnyomást hosszú távon. Továbbá a túlsúly még nagyobb nyomást helyezhet a szívre és a vesékre, ami még inkább fokozza a probléma súlyosságát. Hogyan csökkenthetjük a magas vérnyomást? Amennyiben szeretnéd természetes módon csökkenteni a magas vérnyomásod, úgy az alábbi életmódbeli változtatásokat tudjuk javasolni. Igyekezz pótolni a testet számára szükséges magnézium és kálium mennyiséget természetes forrásokból. Jó választás lehet például az avokádó, borsmustár, saláta, paradicsom, lazac vagy az eller. Az említett ásványanyagok pótlása jótékonyan hozzájárulhat az érrendszerizmainak ellazításához, így hozzájárulva a magas vérnyomás csökkentéséhez. Végez rendszeresen valamilyen testmozgást. A hosszú séták vagy a rövid, magas intenzitású edzések mind-mind segíthetnek a szíved erősségének javításában és a vérkeringés egészségének megőrzésében. Szinte bármilyen további testmozgás forma jó döntés lehet, mint az úszás, biciklizés vagy a súlyzós edzések. Figyelj oda a hidratációra! Amennyiben lehetőséged engedi, úgy próbáld korlátozni a napi kávéfogyasztásod két csészére, és kerüld az alkoholt. A napi folyadékpótlásodat kiegészítheted olyan jótékony teákkal, mint a citromfű, kamilla vagy a hibiszkusz. Ezek a természetes teák nem csak finomak, de még jellegükből fakadóan a vérnyomásodat is csökkenthetik. Alakíts ki egy számadra optimális alvási rutint, Igyekez minden nap legalább 7-8 órát aludni, és mindig feküdj le és kelj fel ugyanazokban az időpontokban. További jó tanács, hogy lefekvés előtt 30 perccel semmiképpen se telefonozz, vagy néz tévét. Kerüld az egészségtelen magas szénhidrát tartalmú élelmiszerek rendszeres fogyasztását. Helyettük válasz inkább olyan egészséges zsírokban gazdag ételeket, mint az avokádó, extra szűz olívaolaj, zsíros halak vagy a tojás. Ezek az élelmiszerek garantáltan mérsékelni fogják a testedben megjelenő gyulladásokat, így javítva az érrendszered egészségét is. Végül, de nem utolsó sorban, kerüld a feldolgozott asztali fogyasztását, helyette válaszd inkább a keltasót. Ez a típusú só nagyobb mennyiségben tartalmaz káliumot és magnéziumot, és olyan további nyomelemeket, amelyek hozzájárulnak a tested elektrolit egyensúlyának a fenntartásához, valamint a normál vérnyomás megőrzéséhez. Te odafigyelsz a vérnyomásodra? Ha igen, hogyan gondoskodsz egészségéről? Válaszodat ír le kommentbe, és ha tanulságosnak találod a videónkban elhangzottakat, úgy kérlek támogass minket feliratkozásoddal, oszd meg korábbi videóinkat barátaid között is, lájkolj minket, illetve segítheted munkánkat a csatornatagságunk segítségével is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!